Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatej televízió híradóját látják, Ragoncs Erita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Találkozó a hazai acélipar jelentős szereplői tárgyaltak Szekszárdon. Advent Tombóváron meggyújtották az első gyertyát. Mikulásváró a nagycsaládosok Tolnai Egyesülete szervezett programot a legkisebbeknek. Nyílt nap Szekszárdon a turizmus és a vendéglátás ágazat iránt érdeklődők nyerhettek betekintést az oktatásba. A hazai acélipar ágazat meghatározó szereplői találkoztak Szekszárdon. Az esemény célja az volt, hogy a vállalkozók jobban megismerjék egymást, tárgyaljanak az ipar jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni lehetőségeiről. Biztosítatok benneteket abban, hogy itt vagyunk 31 éve, még 31 éve most itt vagyunk, ugye van múltunk, van jelenünk és van jövőnk is. Különböző acélipari szereplők találkoztak Szekszárdon. Az eseményt a Ferropatent csoport rendezte. Az ország számos pontjáról hívtak meg vállalkozásokat. Köszöntött mondott Horváth István, országgyűlési képviselő, és Szabó Sándor, elnök vezérigazgató. A rendezvényen a megjelent cégek képviselői ismertették vállalkozásaik tevékenységét, történetét és jelenlegi helyzetét. Szabó Sándor szerint kiemelt fontosságúak a hasonló találkozók. Nyilván ebben az év is olyan év, hogy ahogy mondtam én egy hete is, hogy körülbelül egy év telt, de három év megtűnik. Tehát ugye a gazdaság egy kicsit megállt, torpant, ugye itt egy bajai tetkáf és tulajdonos úr is mondja, hogy ugye hogy nem annyira dübög a piac. Tehát én azért gondoltam, hogy összehozni ezt a üzletemet találkozottam, megosztani az információt, ki mit csinál, ki hogy dolgozik, kinél vannak olyan pontok, aminél még jobban össze lehet fogni, és látom azt, hogy több cég is dolgozik egymással. Tehát összehozni őket információval, és akkor így igazából nem az, hogy kicsit gazdagabb, akkor leszünk, hanem akkor lássa mindenki, hogy milyen irányba megy, hogy ki forgásol, ki darabol, ki ezt csinálja, azt csinálja, és ebből erősítsük nyilván egymást, még magunkat is. Horváth István, országgyűlési képviselő elmondta, a jelenlegi változó gazdasági környezetben a vállalkozóknak még jobban oda kell figyelni a döntéseikre. Hozzátette, a partnertalálkozók a cégek számára a minél jobb alkalmazkodást teszik lehetővé. A 2022-es év az egy extra év volt. Közrejátszott nyilván az előzmények a két év Covid, illetve az ukrán-orosz háború, ami a piacokat elbizonytalanította, mind alapanyag és egyéb szolgáltatás területén. Hirtelen magasba mentek az árak, ez a kereskedőknek amúgy jót tett, de viszont a beruházásokat mindenhol megdrágította. Most egy recesszió várható 2023 év végére, illetve 2024-ben, ami itt a fémiparban lévő szereplőket, illetve az építőiparban lévő szereplőket óvatosságra int, hiszen ugyanazok az alapanyag árak adott esetben harmadára, negyedére esnek vissza. A Sokoró Kft. Mezőgazdasági gépgyártással foglalkozik. A Ferropatent csoporttal való együttműködésük több évtizedre nyúlik vissza. Az üzleti találkozók a cég számára is hasznosak, mondta Szabó Tibor, belkereskedelmi igazgató. Nagyon örülünk ennek a ilyenfajta eseményeknek, és főleg a Ferropatent szervezésében már a többedik ilyen találkozón veszünk részt. Nagyon fontosnak találjuk, mert itt az iparnak különböző szegmenseiből érkeztek a résztvevők, és mindenki a saját tapasztalatát tudja itt megbeszélni a másikkal, az adott problémákat, amikkel éppen szembesülünk, és előfordult már nagyon sokszor, hogy tudtunk találni a partnernek a gyakorlatába olyan megoldást, ami a saját problémáink megoldásához is előre vezetett. Szabó Sándor elmondta, a szokásokhoz híven a jövőben is terveznek partnertalálkozókat szervezni. Advent első vasárnapját tartották Dombóváron. A művelődési ház előtti téren gyűltek össze az érdeklődők, hogy együtt ünnepeljék az adventi vásár megnyitóját és a koszorún az első gyertya meggyújtását. Az adventi ünnepen kézművesek színesítették a vásárt. A város karácsonyfája körül sok ember összegyűlt. A felállított színpadon versekkel és énekekkel köszöntötték a megnyitót. A műsort a Tolnavár megyei SC Apácai Csere János Technikum és Kollégium és a Tamási Móra Ferenc Általános Iskola diákjai adták elő. Az ünnepről beszélt Kerényi Zsolt. Most már hagyományszerű, hogy
tematikusan vannak összeállítva az adventi hétvégék. A szombat inkább a fiataloknak szól, könnyű zenei programok, és vasárnap maga a gyertyagyújtás. Amikor a gyertyagyújtás előtt a dombovári iskolák adnak műsort, általában két-két iskola. Az idei advent ugye különleges, mert nagyon rövid. A negyedik advent vasárnap az a Szenteste, a 24-e, tehát a lehető legrövidebb advent van idén. Ezért tulajdonképpen csak három adventi vasárnap lesz, hiszen 24-én már mindenki a családjával tölti. De hát reméljük, hogy azért így is tartalmasak lesznek ezek a hétvégék. Az adventet mindenhol megünneplik. Ilyenkor a központi terek fénybe öltöznek, felállítják a hatalmas fenyőfát, feldíszítik, hogy karácsonyfa váljon belőle. Majd négy héten át az adventi koszorún sorba minden vasárnap meggyújtják a gyertyákat. Most jöttem Balatonról, Köröshegyről, és fantasztikus volt a minden egyes falu, ami végigjöttünk, ünnepelt és gyűjtött az első adventi gyertyát. És ez egészen szívmelengető volt, hogy ennyire a szabad ezt mondani, divatba jött ez a dolog, mert rettenetesen szép hagyomány, és nagyon örömteli, hogy ezt ennyien ápolják. A négy hétig tartó ünnep a Szentestével végződik. Ma este az első gyertyára került sor, amit Pintér Szilárd polgármester, Kerényi Zsolt alpolgármester és Sipos Előd Zoltán református lelkész gyújtott meg. A szekszárdi advent programsorozat keretében a Garai téren a Szent József Iskola Központ Szent Rita katolikus tagovodájának előadását láthatták a megjelentek. Ezt követően a szekszárdi DNS Valéria általános iskola tanulói mutatták be műsorukat. A diákok előadása után érkezett a szekszárdi mozgásművészeti stúdió, majd a Mass Dance tánccsoport tartott bemutatót. Faddon is kezdetét vette az évvégi ünnepi programsorozat a település akusztikus koncerttel és kirakodóvásárral készült a lakosoknak advent első vasárnapján. A szervezők december 10-én ismét hasonló programokat rendeznek. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete Mikulásvárót tartott Tolnán az egyesület tagjainak részére. A legkisebbek számára színházi előadásokkal és ajándékcsomagokkal készültek. De ügyesek vagyunk! Megérkezett a hótündér! Mikulásvárót rendeztek Tolnán a Nagycsaládosok Tolnai Egyesületének szervezésében. Az egyesület 1997-ben alakult meg. Jelenleg 66, elsősorban 3 vagy több gyermekes családban jelen tagként a szervezetben. Ezen túl bekapcsolódhatnak pártoló családok is, akik kevesebb gyermekkel rendelkeznek, de azonosulni tudnak a célokkal. Váci Antal Judit elmondása szerint az egyesület nagy hangsúlyt fektet a különböző programok szervezésére. Az év folyamán ugye szinte minden hónapban van egy vagy két programunk, ez elég sűrű, ez egy aktív egyesület, ezt elmondhatom. Mindenféle korosztályt próbálunk megmozgatni, mind a legkisebbeket, mint a legidősebbeket, ez teljesen körülöleli át ezt az egész szervezetet, de úgy gondolom, hogy ők ezt számunkra meghálálják, teljes nagy az érdeklődési kör, az aktivitás az egyesületben, és maga a család az, ami azt a szeretetet adja és erőt, amit remélem most is meg fog valósulni. Az elnök hozzátette, a szülők és a gyermekek számára az együtt töltött minőségi idő nagy mértékben fontos. Én úgy gondolom, hogy most talán az egyesületünk életében az a legfontosabb, hogy a család nem otthon legyen, csak a számítógép és a gyermek a tablet előtt üljön, hanem a minőségi idő, a szabadidő hasznos eltöltése történjen úgy együtt, hogy ez a minőségi idő megteremtődjön a családban. Az egyesület jövő évben tart közgyűlést. Készülnek még farsangi bállal és húsvéti felkészítővel is. Ezen túl minden évben szerveznek kirándulásokat és túrákat. A Mikulásváron a Mesekocsi Színház társulata szórakoztatta a fiatalokat. Előadásukban jelen voltak krampuszok, egy tündér és végül a télapó is. Én azért szeretem a Mikulás meg a karácsonyt, mert a karácsony egy ünnep, és a karácsonyban sok szeretetet kaphatunk másoktól meg, és adhatunk másoknak sok szeretetet. Megjött hát télapó, jaj, de nagyon vártalak! Többen versekkel is készültek a télapónak, végül a gyerekek átvehették az ajándékokat, amit már nagyon vártak. A Mikulás hoz nekünk ajándékot, és a telet meg azért, mert lehet sok mindent játszani. Az ajándékcsomag tartalmazott különböző csokikat, szaloncukrot, édességeket és gyümölcslevet is.
19 éve 2004. december 5-én tartottak népszavazást Magyarországon a kettős állampolgárságról. A szavazásban arról döntöttek, hogy a nem Magyarországon élő, de magát magyarnak valló, magyar nemzetiségét igazolni tudó állampolgárok kaphassanak-e magyar állampolgárságot. A népszavazás eredménytelenül zárult. 2010-ben az országgyűlési választások után felálló második Orbán kormány vezetésével a parlamenti képviselők többsége megszavazta a kettős állampolgárság megkönnyítéséről szóló törvényt. Kacz Sándor matematika-fizika szakos tanár magyar oktatás és köznevelés kategóriában vehette át a rangos Prima Primissima díjat. Kacz Sándor az 1992 óta újra evangélikus fenntartásban működő bonyhádi Petőfi Sándor gimnáziumban tanított 45 évig. Jelenleg az Erdős Pál tehetséggondozó iskola tanára. 29 szakmai cikket, 8 szakkönyvet, feladatgyűjteményt írt. Iskolájában és a régióban matematikai műhelyt alakított ki. Az elismeréshez Filóni Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere is gratulált. Nyílt napot rendezett a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskola Szekszárdon. Az érdeklődő diákok tájékoztatást kaphattak az intézmény szakmai képzéseiről. A pályaválasztás előtt álló diákok csoportokban látogathatták meg a tanműhelyeket, és közismereti órákon vehettek részt a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképzőiskolában Szekszárdon. Az intézmény a turisztika és a vendéglátás területén több képzést is kínál. A diákok, akik ilyenkor jönnek, őket csoportokra osztjuk színek szerint, és akkor különböző helyekre mennek, például a tanműhelybe, a tankonyhába, és akkor a pincér szakmát is kicsit megismerik, a cukrászt, vagy a szakácst is például, meg elméleti órákra is bemennek. Az érdeklődők a cukrász és a szakács szakma rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. Itt a diákok különféle ételeket készíthettek. A gyerekekkel szülők is ellátogattak. Szerintem ez egy nagyon színvonalas oktatás folyik az intézményben. Eleve egy csodálatosan szép intézmény, ugye egy új iskoláról van szó, úgyhogy nekünk eddig nagyon szimpatikus az intézmény, illetve ez az egész technikumi képzés most ezzel az 5 évvel. Az intézmény a 2024-2025-ös tanévre 5 éves technikumi képzés keretében cukrász, szakács, turisztikai vagy vendégtéri szaktechnikus, 3 éves szakképzőiskola keretében pedig cukrász, szakács, pincér vendégtéri szakember vagy panziós fogadós képzéssel várja a diákokat. Egy szekszárdi nő tett bejelentést a napokban, mert a helyi pályaudvaron valaki ellopta 2 kerekűjét. A szekszárdi egyenruhások az esetet követően értesítették a vármegye rendőreit. Negyed órával később a bátaszéki körzeti megbízottak Pörbölytől nem messze egy 15 éves biciklivel közlekedő tatárszentgyörgyi fiút állítottak meg. A fiatal azonnal elismerte a rendőröknek, hogy ő lopta el a biciklit Szekszárdról. A tolvajnak lopásvédség miatt kell felelnie. Advent első vasárnapját ünnepeljük, Tamás is lázasan készül a város fenyőfájának díszítésére és az adventi vásár megnyitására, amit programokkal tesznek színesebbé. Elkészült a város karácsonyfája, ami a művelődési központban kapott helyet. Idén mézes kaláccsal díszítették fel az 5 méter magas fenyőfát. A mézes kalács alkotócsoportot kérték fel a feladatra. 2011-ben kezdődött, úgyhogy azóta 2 év maradt ki, az egyik a Covid, a másik meg egy más alkalom volt, hogy nem csináltunk, de amikor nem csináltunk, akkor megreklamálták a látogatók, hogy hát máskor olyan jó mézes kalács illat volt itt, hogy most miért nincs, és akkor azóta csináljuk, hol templomot, hol Betlehemet, hol karácsonyfát díszítünk, csupaszív karácsonyfa, meg ilyeneket készítünk, mindig valami ötlet van karácsonyra. A Tamási Központ munkatársai emléklapot osztottak ki a lelkes mézes kalács alkotócsoport tagjainak a közösségi munkájukért. A további színes programot és a rendezvény menetét ismertette a kulturális szervező. A családosokat kreatív díszek készítésére invitálják. Több kézműves vesz részt a vásárban, hogy színesítsék az adventi ünnepek hangulatát.
jól érezzék magukat, találkozzanak ismerőseikkel, barátaikkal, családtagjaival érkezzenek ki ide hozzánk, és közösen készülődjünk, hangolódjunk az ünnepre. A programsorozatok 4 héten át minden vasárnap kísérik végig az adventet. Most az első gyertya került meggyújtásra, ami a hitet jelképezi. Regionális híreink következnek. Adventi időszak, a helyi termelők is gyertyát gyújtottak Pécsen. Jótékonysági licit elárverezik a siófoki mézes kalácsvárost. Adventi civil börzek, karácsonyi adománygyűjtés jótékonysági futással. Beléptünk az adventi időszakba, így hétvégén több helyen is meggyúltak az első gyertyák a koszorúkon. Ebbe a sorba illeszkedik a pécsi termelői piac is, ahol szintén ünnepi hangulatot varázsoltak. A szervezők azt mondják, decemberben is fontos, hogy keressék a vásárlók a helyi termékeket, hiszen nem mindegy, milyen minőségű ételek kerülnek az asztalra. Helyi termékek, termelők és a Mikulás rokona is megjelent a hétvégén a pécsi búzatéri piacon. Feladatokat kellett teljesíteniük a kicsiknek, cserébe édesség járt. Végig kell menni egy hegyen, az a kötél az egy hegy 3000 méter magasan, azt szimbolizálja, és ha végig mennek, akkor besöpörhetnek maguknak a csodabottal szaloncukrokat, és amit besöpörnek maguknak és elérik, azokat eltehetik ajándékba, és várhatják december 6-án, a másik Mikulást, az igazi Mikulást, mert én csak a testvére vagyok. Az adventi koszorúra azonban már nem kell várni. Az első gyertyát december első hétvégén gyújtották meg. Elkészítettük közösen a piac a Baranyai Termelőkért Kézművesekért Egyesület első adventi koszorúját, és meggyújtottuk az első gyertyát is, egy ilyen nagyon jó hangulatban telt ez a piac is, és úgy gondolom, hogy ilyenkor az adventi készülődés alatt különösen figyelmet kell arra fordítanunk, hogy egészségesen helyit próbáljunk vásárolni. A kistermelőkkel, őstermelőkkel együtt ünnepel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Baranyai Szervezete, ahol az ő érdekeiket is képviselik. A helyi elnök értékelte a mögöttünk hagyott évet. A mezőgazdaság nagyon vegyes képet zárt, főleg a növénytermesztők egy nagyon rossz évet zártak. A piacozók, a termelők azt mondom, hogy picit talán jobbat, és itt az év végével kaptak egy kis ajándékot is még. Azt lehet mondani, hogy a piaci körülmények javultak, itt a városban is javultak a lehetőségek, és úgy, mint termelők, kicsit a szigorítások enyhültek. Sokkal könnyebben tudnak termékeket előállítani, sokkal tudnak piacra jutni, és sokkal nagyobb volumenben tudnak megjelenni a piacokon. Rittinger József azt mondja, sok fiatal termelő csatlakozott hozzájuk az utóbbi időben, és termékeikkel jelen vannak a piacaikon. De szeretnék még szélesíteni a kört, hogy minél többen termesszenek a földjükön helyi, egészséges élelmiszert, amit tudnak értékesíteni a városokban, baranyai településeken, úgy, mint a pécsi búzatéri termelői piacon. A víztornyot, az önkormányzatot, a plázát és néhány egyházi épületet is elkészítettek mézes kalácsból Siófokon. 2016 óta hagyomány a településen, hogy az ünnephez közeledve a helyi iskolák, egyesületek és magánszemélyek összefogásával egy terepasztalon elevenedik meg a miniatűrváros. A kezdeményezés jótékony célt is szolgál, hiszen a mézes kalács építményeket elárverezik, a befolyt összegből pedig egy sérült siófoki kislányt segítenek. Az idén egy kolléganőmnek a javaslatára, nem a saját ötletem volt, azért elmondom, ő javasolt, hogy készítsük el a fordított házat, aminek az elkészítése mézes kalácsból önmagában is egy nagy rejtély, hiszen hogyan tudjuk majd úgy elkészíteni, hogy az fordítva megmaradjon. Hosszas számítások és egy makett elkészítése előzte meg Zamárdi leghíresebb látványosságának mézes kalács változatát. A siófoki Krúdi Gyula technikum diákjai és oktatói együtt alkották meg a miniatűr épületet, amely szintén része a siófoki mézes kalácsvárosnak. 2016 óta készítik el a helyi közösségek összefogásával a terepasztalnyi épületet december elején. Minden évben nagyjából ugyanazok az épületeket építjük, de mégis minden évben más. Ugyanazok a résztvevők is nagyjából, de hál' Istennek minden évben csatlakoznak hozzánk újabb és újabb készítők.
van, aki már nem tudja vállalni, de mégis mindig megújul a város, mindig jön újabb építő közénk. Hát ami a jellemző, a víztorony, a templomok, az iskolák, az óvodák. Idén újdonság a fordított ház mellett ez a kékre színezett vasmacska is. Ahogyan az elmúlt 7 évben, most is jótékony célra ajánlják fel a mézes kalács építményeket. A befolyt összegből a 13 éves Vivient és családját szeretnék támogatni. Vivien 27 hétre született agyvérzéssel. A mozgás és a kommunikáció is nehézkes a mindennapokban, így a pénzt ezek fejlesztésére szeretné a család költeni. Gyógytornára leginkább. Ja, az kellene, hogy a mozgását kicsit javítani, hogy könnyebb legyen az élet, a mindennapi dolgok. Az épületekre bárki licitálhat a Facebookon. Mézes Kalács város Siófok oldalon elindítjuk jótékonysági átverésünket, és ott lehet licitálni az albumban hozzászólással képek alatt. Licitálni december 15-én este 8 óráig lehet. A nyerteseket ezután hirdetik ki. Adventi civil bőrze elnevezéssel országos karácsonyi adománygyűjtő programot szervezett a Baranya Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ. A Futapécs Sportegyesülettel karöltve Jótékonysági Futás a Gyermekekért címmel a Pécsi Kórháziskola Alapítvány javára történt az adománygyűjtés Pécsett a hétvégén. Jótékonysági futás szervezett a Futapécs Sportegyesület a gyerekekért. Több éves hagyománya van már ennek a jótékony futásnak, amit Mikulás környékén szoktak megtenni. Nincs kötelező táv, mindenki annyit fut, amennyit szeretne. Az egyesületi tagokon kívül bárki beállhatott futni. Minden alkalommal egy civil szervezetnek segítenek, tudtuk meg Pape Ferenc elnöktől. Mindig különböző események mellé állunk, vagy szervezetek mellé, és idén a Pécsi Kórháziskola Alapítványt szerettük volna támogatni, az ő munkájukat szeretnénk segíteni. Azok az adományok, amit itt a futók hoztak a mai futásra, vagy a mai rendezvényre. Úgyhogy ennek már 7-8 éves hagyománya van ennek a mai napnak. A gyerekfutamnak még nincs hagyománya, azt idén szervezték először. Ehhez képest nagy volt a sikere, közel 500-an jelentkeztek. Ezen a hétvégén a jótékonysági futáson kívül gyerekfutam is volt. A kedvezményezett a Pécsi Kórháziskola Alapítvány. Zömében a beteg gyerekek számára használható kézműves eszközöket kaptak. Ez nagyon nagy segítség az alapítvány munkájába, hiszen hogyha megnézik, ezek a tárgyak, filctollak, lapok, színesek, kartonok, ezek mind-mind fogyóeszközök a munkánkba. A kórháziskola alapítvány nem csak a beteg gyermekek oktatásával foglalkozik, hanem kézműves játékfoglalkozásokat tart a gyermekklinika területén. És ezekből a gyönyörű kézműves alapanyagokból készült tárgyakat a gyerekek mind elvihetik haza ajándékba, vagy akár maguknak, vagy akár a szobatársuknak, hogyha készítik. A miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztálya a civil közösségi szolgáltató központokkal együttműködve 2023-ban is megszervezte a hagyományos adventi civil bőrze elnevezésű országos karácsonyi adománygyűjtő programját. Valamennyi megyében megvalósul egy ilyen civil kezdeményezés, mondta Várdainé Kis Krisztina szakmai vezető. Összefogva eldöntöttük, hogy a kórháziskola alapítványt fogjuk támogatni, hiszen a gyerekeinkről van szó, a gyerekeinknek a gyógyulását segítik elő, az ottani, az kórházban történő tanulását segíti elő ez az alapítvány, és nagyon fontos az gyerekeknek, a kórházban fekvő gyerekeknek az, hogy olyan lehetőségeket kapjanak, amivel értelmesen, vidáman tudják eltölteni a kórházban lévő időt, és ezért úgy döntöttünk, hogy őket támogatjuk ebben az évben. A jótékonysági futást Pécsen a Szivárvány Gyermekház melletti Helyes út futó kedvpályán rendezték meg a hétvégén. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Találkozó a hazai acélipar jelentős szereplői tárgyaltak Szekszárdon. Advent Dombóváron meggyújtották az első gyertyát. Mikulásváró a Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete szervezett programot a legkisebbeknek. Nyílt nap Szekszárdon a turizmus és a vendéglátás ágazat iránt érdeklődők nyerhettek betekintést az oktatásba. Szerdán borongós idő lesz országszerte, nyugaton többségében tartós havazás valószínű. A délnyugati országrészt követően a Duna vonalának tág körzetében 15-20 cm-nyi hótakaró is kialakulhat. A Dunántúlon élénkülni kezd az északnyugati szél.
Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk is, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!